Szeptemberben elkezdődött az új tanév az iskolákban és az óvodákban. Azok a gyerekek, akik újonnan kerültek közösségbe, gyakran egy-két nap után megbetegednek. Meghülés, orfolyás, de akár a koronavírus nyáron hazánkban is elterjedő omikron változata is állhat a rosszul létek mögött, mondta 35 percű műsorunkban dr. Újhelyi János gyermekorvos hogy hogy lehet differenciálni ezek között a gyerekek között, ez egy nagyon komoly szakmai kihívás. Csak úgy jelzésértékűen mondom, hogy pénteken egy 45-ös forgalomból 10 gyerek volt pozitív covidos. És ha sok tesztet csinálunk, akkor sok covidos van. Ha kevés tesztet csinálnánk, akkor kevés lenne. Tehát most még ez egy most egy nagyon jó idő van, tehát még most csak a gyerekek összejöttek, hozták a maguk, kis problémáit, de hát ugye haladunk előre, és jön a hűvösebb idő, a hurutos időszak, meg ugye információk szerint, orvos információ szerint még a influenzával is számolni kell. Tehát én azt gondolom, hogy egészségügyi téren is nagyon nehéz helyzet előnézünk. A házi gyermekorvos elmondta, csak azok kérhetik az Omikron elleni védőoltást, akik már a hagyományos oltást felvették. Aki ezt eddig nem tette meg, még most sem késő. Egy kiváló professzor előadását hallgatva úgy tessék elképzelni, hogy, hogy az ő úgy ő szemléltette ezt, hogy ha van egy fésű, aminek nagyon sok foga van, és abból kitörik három, azzal még lehet fésülködni. Na most erről van szó, hogy amikor van egy mutáció, az nem azt jelenti, hogy az abszolút nulla, abszolút nem, nem, nem hat, hanem, hanem picit gyengébb a hatékonysága. Tehát nem 95%-ba véd, hanem 80-ba. Tehát ilyen értelemben a régiek is kiválóak, de ezzel együtt fogunk élni. Most az Omikron, de lehet, hogy egy fél év múlva lesz egy Más nevű változat, mert ezek folyamatosak ezek a mutációk, tehát érdemes, de azt tudni kell, hogy az új injekciót nulla, tehát első oltásként nem lehet megkapni, csak ha már egy alapvédelme van. Arra is érdemes számítani, hogy novembertől megjelenik az influenza elleni védőoltás, amelyet a korábbiakhoz hasonlóan a háziorvosoknál lehet igényelni.